Köszöntöm nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma hírmagazint látják. Következzenek kiemelt híreink röviden. Budakalász város önkormányzata a hétvégén végzik el a permetezést. Kullancsok, házi kedvenceinkre különösen oda kell figyelni ebben az időszakban. Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény, kinek mi a szeretett nyelve? Megnehezítik a kullancsok a gazdák és házi kedvencek mindennapjait. Különösen kedvez a vérszívóknak a jelenlegi időjárás, ezért érdemes kiemelt figyelmet fordítani a cicákra, a kutyusokra, főleg egy-egy mezei séta után. A legfontosabb tudnivalókat dr. Reményi Blanka állatorvostól kérdeztük meg. Pete, lárva, nimfa. A kullancsok fejlődési szakaszai, amikor egy-egy gazdatesthez csatlakozva igyekeznek életben maradni a vérszívók. Nem csak külsejük elrettentő, főleg a kifejlett egyedeknek, de számos betegséget is terjesztenek állatokban, emberekben egyaránt. A póklábúakhoz tartozó kullancsoknak több száz faja ismert Európában, de hogy mit kell tudni róluk, azt az egyik állatorvostól kérdeztük meg. A kullancsok egy az ízelt lábúak közé tartozó állatok, azon belül a pókszabásúakhoz soroljuk őket, tehát ők nem rovarok, nem rákok. Ez azt jelenti, a pókszabásúakra gondolunk, hogy 8 lábat, tehát 4 pár lábat kell a kullancs testéhez és 3 testájat, fejtor és potrohot képzelni. Ez nagyon fontos, mert amikor meglátunk bizonyos kis apró fekete pontokat az állatainknak a testfelületén, szőrén, bőrében, akkor mindig alaposan nézzük meg, hogy látunk-e ilyen apró kis lábacskákat, véletlenül se nyúljunk akkor hozzá, hogyha ezek a lábacskák nem láthatók. Sokszor vannak olyan kis növedékek az állatok testfelületén, amik apró jóindulatú, vagy esetleg jóindulatúnak tűnő, de nem jóindulatú bőrnövedékek, akár egy melanóma, ami kezdetben az apró pici fekete pont megtévesztően hasonlít ezekre a kullancsoknak az első fejlődési alakjára, amit úgy hívunk, hogy lárvák, akik elindulnak a petéből, és már rá tudnak ragadni a szőrszára. Pont úgy néznek ki, mint a gyapró kis fekete pici melanóma, és ezt megpiszkálva súlyos kárt is okozhatunk az állatunknak. A fáról pottyan ránk. Ez az egyik legnagyobb tévhit a kullancsokkal kapcsolatban. Jobban oda kell figyelni a kutyusokra, ha mezőn, bokros területen sétálunk velük, mert ezeken a helyeken fordulnak elő leginkább a kullancsok. 7 fok felett a fűszálakba kapaszkodva keresik a gazdatestet a vérszívók. Az ideális körülmények az életben maradásukra, szaporodásukra a 17-20 fokos hőmérséklet, az először nedves, majd napos idő. Járás. A kullancsok fejlődéséhez van szükségük vérre, tehát ezért kerülnek az állataink testfelületére és próbálnak a bőrön keresztül a szúrószívó szájszerűkkel vért szívni a testükbe. Fejlődési alakokról beszélünk, és a végén meg szaporodásról beszélünk. És akkor, amikor szaporodni szeretne a kullancs, főleg a nőstény kullancs, ő az, aki a kis a potrohán lévő kis pajzsocska, kisméretű pajzsocskája van, ellentétben a hímmel. Kisméretű pajzsocskája mögött a potroha hatalmasan meg tud duzzadni, és az ebben lévő vér lesz később majd a petéinek az alapanyaga, tápanyaga a fejlődéshez. Ez nagyon hosszú időt vesz igénybe, tehát 4-10 napot is kell egy kullancsnak, egy nőstény kullancsnak táplálkozni az állaton, de egyébként a kullancsoknak a fejlődése az akár hónapokig is eltart. Tehát az a bizonyos első időszak, amit ritkában ismernek a gazdik, az első időszak, amikor petéből lárva, lárvából nimfa lesz, az akár hónapokig is eltarthat. Na ez az az időszak, ami így, ahogy megyünk a tavaszból bele a nyárba, amikor sokkal gyakrabban kullancsfertőzéseket diagnosztizálunk, mert hogy még nem jól észrevehetőek a kullancsok. Számos betegséget terjesztenek a kullancsok, amik veszélyesek lehetnek a házi kedvencekre. A legfontosabb kullancs, amelyik Magyarországon él, az az Ixodes ricinus. Ő terjeszti a Lyme-kórt. Ez ugye nem csak emberekben, hanem állatokban is a Borrelia baktériumok terjesztette által okozott betegség. Ez az egyik leggyakoribb. A másik leggyakoribb kutyák szempontjából a kutya kullancsnak is elnevezett Dermacentor reticulatus a latin neve. Ő terjeszti a babéziát,
babéziózisnak nevezzük a betegséget, babézia canis, illetve az egyéb fajok a betegséget okozó vérélősködők. És akkor van egy harmadik kullancsfaj, amelyek a trópusi területekről érkeznek mostanában, illetve az éghajlat változásával egyre gyakrabban jelentik az ezzel foglalkozó szakemberek a jelenlétüket. Ők pedig a ritkább betegségek, de sajnos vérélősködő és nagyon komoly lázzal járó és olyan gyakori és nehezen diagnosztizálható tüneteket okoznak az állatokban, a erlichiózis, anaplazmózis és ugyanúgy a babéziózist, igen. Nem kell olajokkal kenegetni, házi praktikát alkalmazni a kullancs eltávolításához a gazdiknak, az állatorvos szerint. Érdemes mindig a legbiztosabb módszert alkalmazni a vérszívók eltávolításához. Az eltávolítást mindenképpen úgy kezdjük meg, hogy nem nyúlunk se kenőcshöz, se olajhoz, se zsiradékhoz, se alkoholhoz, se betadinhoz. Ahogy ott van a kullancs előttünk, próbáljuk azonnal az állatunkat megfékezni, és ha van lehetőségünk, és legjobb ugye a kullancs kiszedő kanalak, illetve kullancs csipeszek használata, ezeknek az anyaga úgy van kiképezve, hogy ne vágjon, amikor ugye az állatot megérintjük. Minél közelebb legyen a csipesznek, illetve a kanálnak a teste a bőrhöz, és úgy próbáljuk egy icipici fordulattal, vagy azonnal kirántva, ugye technikailag a két eszköz mást igényel, kirántani a kullancsot. A szemöldök csipeszek, szálka csipeszek nem alkalmasak erre a célra, mert azok sajnos azonnal letépik a kullancsnak a fejéről azt a bizonyos szájszervet, amivel kapaszkodik az állat bőréhez. És ezután, amikor eltávolítottuk, akkor megbizonyosodhatunk arról, hogy sikeres volt, nem tartalmazza se az állkapcsot, se a fejet a kullancs vagy a kiskutya bőre. Egy alkoholos vagy betadinos apró fűtisztítóval a helyet azonnal be kell kenni. Ez azért fontos, mert az eltávolítás során előfordul, hogy pont akkor az emésztőszervéből, a nyálmirigyéből a kullancs a betegséget az állatba bejuttatta, és így gyorsan lehetőségünk van esetleg inaktiválni ezeket a kórokozókat. Nem kell megijedni akkor sem, ha az állat bőrében marad a vérszívó szájszerve, mert idegen testként kilökődik a kutyusból, cicusból napokon belül. Érdemes fertőtlenítőszerrel, alkohollal bekenni az érintett területet, hogy az esetleges gyulladást megelőzzék. A legfontosabb, mint sok más esetben, itt is a prevenció. Számos praktika létezik a kullancsriasztók között is, úgy mint olajok, készülékek, készítmények, de mit ajánl az állatorvos? Megelőzhetjük a kullancsok jelenlétét, de fontos megemlíteni, hogy ez távoltartás, tehát ezek repellenes hatású termékek. Megelőzhetjük nyakra csöpögtető termékekkel, ezek általában egy hónapos hatásidejűek, ezt a tarkó bőrére kell csepegtetni, úgyhogy az állat ne tudja magáról lenyalni. Megelőzhetjük, amelyik kutya szereti viselni, vagy olyan körülmények vannak, egy kutyások, keveset csavargó cicásoknak szoktam ajánlani a nyakörveket, de ezeket is mindig helyesen kell felhelyezni, hogy valóban működjenek. És akkor az utóbbi években pedig a kényelmes, mivel hogy nem elhagyható és nem lemosható termékek, azok, amiket szájon átadunk az állatainknak. Ezekből is van többféle, van olyan, amelyik egyféle hatóanyagot tartalmaz, és több három hónapos hatásidejű, és van olyan, amelyik akár két, tehát kombinált készítmény, azokat havonta adjuk az állatainknak. Ott nem csak a kullancs, hanem a bolhák, különféle bélférgek és a szívben, tüdőben élősködő szív- és tüdőférgeknek a fejlődési alakjait tudjuk megelőzés céljából ugye kezelni. Nem könnyű észrevenni a kullancsokat a hosszú vagy sötét szőrű kedvencekben, ezért is érdemes hangsúlyt fektetni a megelőzésre, valamint a kutyusok, cicák átvizsgálására egy-egy mezei séta után. A hétvégén végzik el az önkormányzat megbízásából a közterületeken álló vadgesztenye fák aknázomoly elleni permetezését. A munkálatokat május 9-én vasárnap a napkelte előtti órákban végzik. A permetezéssel érintett vadgesztenyefák Budakalász több utcáját érinti. A permetezés során felhasznált szereknek nincs munkaegészségügyi várakozási ideje, a felhasznált növényvédő anyagok emberre és háziállatokra veszélyt nem jelentenek.
Hányféle szeretetnyelvünk van, és hogyan fejezhetjük ki szeretetünket a másik irányába? Többi között erről is beszélt a Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett online előadás keretében Aranyos Zsolt párkapcsolati mediátor múlt hét csütörtökön. Az előadást budakalásziak is figyelemmel kísérhették. Időálló szeretet, ismerjétek meg egymás szeretet nyelvét. Ezzel a címmel tartott online előadást a mediátor. A koronavírus járvány idején ez volt a második ilyen előadás a szolgálat szervezésében. A résztvevők közelebb kerülhettek az egymás iránti szeretet kifejezésének lehetőségeihez. Amióta ember az ember, az egyik legfontosabb dolog az, hogy szeressük egymást, illetve hogy szeressenek bennünket. És hogyha jól szeretnek bennünket, és mi is ezt ki tudjuk fejezni a partnerünk, a családtagjaink, vagy a munkatársunk, vagy bárhol, ahol megfordulunk, akkor csodák történnek. És én úgy gondolom, hogy hát ezen a területen mindig lesz mit fejlődni. Azt látom, hogy egyre inkább népszerű és ismert, tehát bárhol, ahol ilyen előadást tartanak, ahol kifejezetten a szeretetnyelvvel foglalkoznak, ott nagyon-nagyon sokan érdeklődnek, és hát ez olyan, mint a legjobb hír, nagyon gyorsan terjed, és azok, akik kipróbálják, megnézik azt, hogy már csak kíváncsiságból is például, hogy mondjuk neki mi lehet a szeretetnyelve, és párjával is kitölti ezt, akkor izgalmas dolgok születnek, amikor elkezdik kipróbálni. Tehát akkor már nem lesz ördögtől való az, amikor mondjuk azt mondja a partnere, hogy na, hogy tetszik ez a ruha, mi az, hogy még mindig nem dicsérsz meg, ebből ha nem tudják, hogy mi van mögötte, akkor nagyon nagy lavinák indulnak, de hogyha tudja például azt, hogy igen, számára nagyon fontos az elismerő szó, akkor azt mondja, hogy jaj, bocsáss meg, tényleg, nagyon jól áll ez a ruha. Az előadás a népszerű író Gary Chapman műve alapján épült fel. A műve alapján kiderül, hogy a másik ember szeretetnyelvét úgy próbáljuk meg felfedezni, hogy figyeljük meg, hogyan fejezi ki a szeretetét mások felé, valamint mi miatt panaszkodik a leggyakrabban, illetve mit kér leggyakrabban a párjától. Valamikor szükség van arra, hogy kifejezetten arról beszélgessünk, hogy miből vannak ezek a bizonyos félreértések. Tehát ahogy az előbb is említettem, vannak úgynevezett kis apróságok, amiket felfújunk. Például az, hogy a párja nagyon sokszor mondja, oda megy a partneréhez, és azt mondja, hogy figyelj csak, hát már olyan rég voltunk együtt. Szeretnék veled szeretkezni. És akkor a másik azt mondja, hogy persze, már megint mezzel jössz, és már megint csak erre vagyok jó. De hogyha tudja, hogy az van mögötte, hogy igazából nem a szexről volt szó, hanem arról, hogy neki szüksége van arra, hogy megérintse, oda bújjon hozzá, akkor azt mondja, hogy jó, rendben van, akkor most szánok el pár percet. És nem biztos, hogy eljutnak egészen odáig, hogy együtt lesznek szexuálisan, hanem megelégednek azzal, hogy összebújnak, vagy csak átölelik egymást. Az emberek természetes módon úgy nyújtanak szeretetet, ahogyan másoktól is várják annak kifejezését, és a párok között jobb kommunikáció valósítható meg, amikor az egyik olyan szeretetnyelven tudja kifejezni a gondoskodását, amit a másik megért. Azt tudjuk, hogy nagyon fontos kisgyermekkortól kezdve, tehát onnantól kezdve, hogy megszületik a gyerek a testi érintés. Hát ez az első igazi élménye, hogy az édesanyja hogyan közelíti meg, milyen kapcsolatot fog vele létesíteni. És hogyha tudjuk, hogy például, tehát ismerjük magát a szeretetnyelvet, akkor onnantól kezdve, ha van egy gyerkőc, akkor rácsodálkozunk. És hogyha látjuk, hogy nő, és mondjuk az óvodában óvodáskorú, és az óvodában jönnek különböző információk, hogy tegyük fel, egy kicsit magába húzódó, egy kicsit csendesebb, akkor nem ijednek meg, hogy hát mi van az én gyermekemmel. Hanem tudják azt, hogy igen, neki fontos az, hogy most ott egyedül töltsön el bizonyos időket, de hogy vagy túlságosan eleven, akkor tudják, hogy társaságkedvelő. Akkor neki fontos az, hogy másokkal legyen, minőségi időt töltsön el másokkal, más gyerekekkel. A szakembertől azt is megtudtuk, hogy a különböző élethelyzetek átalakíthatják-e a szeretetnyelvünket. Szerintem nagyban befolyásolja az, hogy bizonyos helyzetekben melyik fog egy kicsit jobban érvényesülni ahhoz képest, mondjuk ami előtte volt egy élethelyzetben, egy szituációban. Tehát, hogyha minden család életében, párkapcsolatban vannak különböző traumák, vagy nehézségek, fájdalmak, amik úgy hirtelen jönnek, vagy lehet, hogy szépen lassan belekerülünk. És lehet, hogy addig mondjuk a legfontosabb az volt valaki számára, hogy mondjuk szívességekben részesüljön, hogy a partnere mindig segítsen neki, odafigyeljen rá. De amikor jön egy élethelyzet, amikor már nem az lesz a legfontosabb, hogy mondjuk otthon rend legyen, vagy együtt menjünk el bevásárolni, vagy segíts már azt a szekrényt megcsinálni, hanem az, hogy oldjuk már meg ezt a feladatot, mert mondjuk a nagymamáról vagy a anyukáról gondoskodni kell. Akkor lehet, hogy ez az egész át fog fordulni egy minőségi időbe, hogy az anyukával vagy a nagymamával töltsünk időt. És akkor most félretesszük azt, hogy szekrényt szerelünk, vagy egyéb dolgokat javítunk.
Vagy az is lehet, hogy az életünkben egy olyan változás lesz, hogy hirtelen több szabadidővel rendelkezünk, mondjuk itt volt ez a Covid. És akkor otthon voltunk elég sokat. Lehet, hogy az, amit mi annak idején minőségi időként éltünk meg, most átfordul abba az irányba, hogy szükségünk van egymás érintésére. És hirtelen rájövünk arra, hogy milyen fontos az, hogy néha egy elrejtett pillanatban egy picit úgy odaérjünk a másikhoz, a vállunk is úgy hozzáérjen, amikor elmegyünk a konyhában mellette. És akkor úgy megfordul az egész. Legközelebb bántalmazás a COVID-19 alatt címmel lesz online előadás a Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Intézmény szervezésében május 13-án csütörtökön. Holnap ismét pályára lép a Budakalász kézilabda ZRT csapata, ezúttal a Dabas alakulatát fogadják. A Dél-Pest megyei csapatnak nagy szüksége van a győzelemre, hiszen azzal bebiztosíthatnak a bennmaradásukat. A kalásziak jelenleg a 11. helyet foglalják el. A mérkőzést a TV Budakalász YouTube csatornáján élőben követhetik, holnap 17 órakor. Végül a várható időjárásról. Szombaton sok napsütésre számíthatunk. Az időnként megnövekvő gomoly felhőkből legfeljebb északon, északkeleten fordulhatnak elő záporok. Hajnalban -2 és +6 fok várható. Délután 14 és 19 fok között alakul a hőmérséklet. Vasárnap felmelegedés veszi kezdetét, sok napsütéssel, csapadékmentes idővel. Hajnalban -1, +6 fokot mérhetünk. Napközben viszont már 18 és 24 fok közé melegszik a levegő. Adásunk végén következenek legfontosabb híreink, még egyszer, röviden. A hétvégén végzik el az önkormányzat megbízásából a közterületeken álló vadgesztenyefák aknázómoly elleni permetezését. Megnehezítik a kullancsok a gazdák és házi kedvencek mindennapjait. Különösen kedvez a vérszívóknak a jelenlegi időjárás, ezért érdemes kiemelt figyelmet fordítani rájuk. Hányféle szeretetnyelvünk van, és hogyan fejezhetjük ki szeretetünket a másik irányába? Többi között erről is beszélt a Dunakanyari Család és Gyermekjóléti Szolgálat által szervezett online előadás keretében Aranyos Zsolt, párkapcsolati mediátor, múlt hét csütörtökön. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász ma. Híradóval legközelebb hétfőn este 7 órakor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a TV Budakalászon, mert hamarosan kezdődik Kultúrcseppek című magazin műsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk weboldalunkon, a szentendre.media.hu/tvbudakalászon. A közösségi oldalakon is elérhetőek vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!